Kanapé Talk könyves kiadás második rész. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint könyvekről fogunk beszélni, ugyanis egy párat sikerült megint kinyírni. Úgyhogy ragadjon meg mindenki egy macsát, vagy egy kávét, és kezdjünk bele. Mielőtt az első könyvre rátérnék, két dolgot szeretnék nektek megemlíteni. A feliratkozási arányom, százalékom, a nézőimhez képest még mindig 50%-on van. Úgyhogy, ha nézitek a videóimat, és nem vagytok még feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg. Lent az a cuki kis piros gomba feliratkozás, és hogyha nagyon jó fejek akartok lenni, akkor a csengőt is nyomjátok be, és akkor nem maradtok le egy videómról sem. Emellett pedig egy izgitényt szeretnék veletek megosztani. Nemrégen rátaláltam egy oldalra, aminek az a neve, hogy goodreads.com, és ez egy tök jó kis olvasós oldal közösség, és fel lehet sorakoztatni listába azokat a könyveket, amiket olvastál már, amiket szeretnél olvasni, vagy amit éppen olvasol, és csináltam egy ilyen profilt. Be fogom tenni a linkjét a leírásba, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy miket olvastam, vagy miket szeretnék a jövőben, akkor ott mindent megtaláltok. Teljesen jogos, Barbie egyébként mondja, hogy ő a videó szponzora. A könyvek, amiket ma mutatni fogok nektek, megint csak tőle vannak, úgyhogy köszönjük a támogatást, kedves Barbara! Azzal a könyvvel kezdenék, amit az előzőben emlegettem nektek, ez a Kingnek a második része. Ez a könyv ugye annak a folytatása, amiről az előző részben beszéltem. Teljes mértékben onnan folytatódik a történet, ahol az előző abba hagyta. Az előző videóban, ahogy mondtam nektek, a főszereplő csaj amnéziás, és nagyon erősen társalgunk Barbie-val, hogy mit mondhatnék nektek, amitől el is mondom, hogy miről szól a könyv, viszont nem spoilerezek, úgyhogy ha nem olvastátok még az első részt, akkor egy 10-20 másodpercet szerintem ugorjatok előre. Ebben a folytatásban a csaj visszatér a régi életéhez, és elkezdenek visszajönni az emlékei, és egy nagyon durva részletre fog rájönni, ami az előző könyvben történt cselekményeket is teljes mértékben megmagyarázza, és új világításban látod az egész könyvet és történetet. És attól függetlenül, hogy rázós kategóriába van sorolva, és ugyanúgy erotikus, mint az első rész, a vége iszonyatosan meglepő, és nagyon boldog. Úgyhogy teljesen igaza volt Barbie-nak, amikor mondta, hogy szinte még jobb, mint az első rész. Menet közben megvan egyébként a gondolatszál, és az elképzelésed, hogy mi lesz a végén. Egyáltalán nem az fog történni, úgyhogy ajánlott könyv. Következő három könyv, amiről majdnem, hogy egyben fogok nektek beszélni, az a Real sorozat. A főszereplő az egy boxoló csávó, aki el lett tiltva a profi versenyzéstől, úgyhogy most már underground boxversenyeken szerepel, és konkrétan istenként szereti mindenki. Viszont van egy titka, ami körülbelül a könyv negyedénél, felénél derül ki, és azután, hogy ez kiderül, leginkább ez befolyásolja az egész történetet. Ami egyébként ennél a könyvnél meglepődtem, hogy konkrétan az első oldalon elkezdődik a cselekmény, és nagyon gyorsan belevág, viszont a közepén egy kicsit belassul, de a szó legjobb értelmében ott ismered meg igazából mind a két szereplőt, a főszereplőket. Ez a sorozat is rázós kategóriába van sorolva, ugyanúgy erotikus természetesen, viszont egy nagyon fontos üzenete is van. Ez amúgy a csávó titkához kapcsolódik, úgyhogy ezt nyilván nem fogom nektek elmondani. A háromnegyedénél egy hatalmas törés van az egész történetben, viszont a végére visszahozzák. Mondhatjuk azt, hogy ez a rész happy enddel végződik. Viszont utána jön a következő rész, a Mine, amit őszintén megmondok, hogy nekem egy picit elnyújtott és kicsit unalmas volt. Azzal szerintem nem mondok el egyébként nagy titkot, nem tudom máshogy kifejezni magam. A könyv első felében ugyanazokat a szexjeleneteket ugyanolyan szavakkal írja le az írónő, mint az első részben, és egy idő után ez már unalmas, nekem legalábbis. Viszont a második fele egészen izgalmas, ott is történik olyan dolog, amire egyáltalán nem számítasz, de a könyv végére szerintem egyébként egy tök jó lezáráshoz ér, és elég. Körülbelül amúgy így tudnám elmondani. Ez
nem lesz a kedvencem, nem lett a kedvencem. Viszont ezután van még egy harmadik rész is, a Remi, ami egy kicsit jobban tetszett, mint a második, annak ellenére, hogy ez nagyon hülyén hangzik így, de szinte muszájból olvastam el. Ez a könyv az első részt mutatja be a pasi szemszögéből, ugyanis az első rész az a csaj nézőpontjából íródik, és ebben a részben a pasi szemszögéből tudod elolvasni ugyanazt a történetet, viszont az a titok, ami ebben a részben kiderül, egy kicsit ezt érdekessé teszi, és valahogy meg tudta csinálni úgy az írónő, hogy olyan érzés tényleg, mintha egy pasinak a gondolatait olvasnád, úgyhogy az nekem kifejezetten érdekes volt benne, illetve 4-5 fejezetenként vannak jelenbeli történések is, amik még érdekesebbé teszik, úgyhogy ha választanom kellene, akkor a Remi nekem jobban tetszett, mint a Mine. A következő könyv az első részből kimaradt, ugyanis szerintem amúgy ez volt az első könyv, amit te adtál, és tőled olvastam. Ez nem más, mint a Papírhattyú, ez is rázós kategóriában van sorolva, és habár nagyon régen olvastam, szinte élénken emlékszem rá, hogy mi történt benne. Kezdjük azzal, hogy az első oldalon azzal írja le a csaj a tökéletes napot, hogy piros talpú cipő van rajta, úgyhogy innen már tudtam, hogy csak jó lehet. Könyv hátulján írja egyébként, hogy azt mondják, 21 nap kell hozzá, hogy kialakuljon egy szokás. Ez hazugság, a lány 21 napig kitartott, a 22. napon pedig mindent megadott volna a halál nyugalmáért. És ahogy ezt olvastam, elképzelésem nem volt, hogy mi fog történni. Vagy ha őszinte akarok lenni, akkor volt, de egyáltalán nem az történt benne. Megint csak azt hiszem amúgy, hogy itt is szálloda tulajdonosa az apuka, és egy divatmániás, elkényeztetett lányról van szó. Egy felnőtt nő egyébként a lány, de ettől függetlenül a lánya. Szeretnék teljesen őszinte lenni veletek, ezt a videót egyszer már felvettük, és befejeztük. A Papírhattyúnál sikerült kártyát cserélni, amikor a kártya eldöntötte, hogy igazából nem rögzít semmit. Körülbelül fél órán keresztül itt még magyaráztam nektek könyvekről, és kiderült, hogy az anyag elveszett, úgyhogy most szeretném újra kezdeni, lehet, hogy kicsit csapongani fogok, megpróbálom még egyszer ugyanúgy elmondani. Azt tudom, hogy a Papírhattyúnál tartottunk, és pont azt mondtam nektek, hogy már ott megfogott a könyv, ahogy az első oldalon, szerintem a második vagy harmadik mondatnál elmondja a csaj, hogy piros talpú cipőben csak jó lehet egy nap, és nem fogok ezzel spoilerezni, ugyanis rögtön ezzel kezdődik a történet. A csajt elrabolják, és innen kezdődik minden bonyodalom. Semmit nem tudunk az A történet elején semmit nem tudunk az... Ti veletek mi van? Elrabló. Járól. Igen. Se az indítékról, a könyv felénél, háromnegyedénél kezd el kiderülni igazából, hogy ki és miért rabolta el a csajt. Nagyon helyesen egyébként rázós kategóriába van sorolva, tele van erőszakkal. Van benne erotika is, de a könyv első felében az erőszak nagyon durván uralja egyébként az egészet. Olyan dolgokat megtesznek benne a szereplők, amiről sose gondolnád, hogy meg fogják tenni. Miután megtudjuk igazából a személyét és az indítékát az elrablónak, kicsit elkezd tisztulni a kép, és elkezd romantikus irányba terelődni a történet, de közel se lesz olyan könnyen és gyorsan happy end a vége, mint ahogy gondolnánk. Ebben is egyébként van szó drogkartelről, nagyon komoly visszaemlékezések is vannak benne, és ha jól emlékszem, akkor spanyol irányba van elvíve a történet. Nagyon érdekes, ahogy egyébként kultúráról is egy picit tudunk meg belőle, és ahogy a könyv vége elkezd kifejlődni, megint csak egy nagyon nyomasztó, nagyon izgalmas cselekménynek lehetünk a tanúi. És a legvége pedig iszonyatosan megható happy end, azt hiszem, hogy nem kell mondanom nektek, mint általában minden könyvön. Ezen is sikerült sírnom, ennyit a Papírhattyúról. És a legvégére hagytam a legizgalmasabbat, ugyanis Barbie-val ezt már beszéltük. Az előző videóban mondtam nektek, hogy olvastam a Verity-t Colleen Hoover-től, és hogy mennyire nagyon-nagyon tetszett. Viszont mostanra három új
Colin Hoover könyvvel gyarapítottam a repertoáromat. És ezeket szeretném nektek megmutatni, ugyanis mindegyik olyan szinten érintett meg, hogy nem tudom elmondani, hogyha nem olvastatok még Colin Hoover könyvet, akkor szerintem nem lehet elmagyarázni, de annyira különleges valahogy a stílusa ennek a nőnek, és annyira máshogy fog meg, mint majdnem azt mondom, hogy bármelyik másik író, hogy ezt muszáj szerintem mindenkinek magának megtapasztalnia. Olyan sorrendben szeretnék haladni, ahogy olvastam a könyveket, és az első a Csúf szerelem az Ugly Love lenne. Ha már az előbb emlegettem a Verity-t, akkor azt szeretném nektek elmondani, hogy az volt az első, amit tőle olvastam. Az egyébként teljesen nem az írónő stílusa, ugyanis az összes többi könyve romantikus regény. Attól függetlenül, hogy mind a három, amit most mutatni fogok, ebben a kategóriában íródott, valahogy mindig van egy olyan rész a könyveiben, egy olyan háttérsztori, egy olyan szál, ami olyan mélyen érint meg, mindig egy kicsit komolyabb, nehezebben emészthető témát dolgoz fel. Tehát, Ugly Love. A főszereplő pasi pilóta, a főszereplő csaj, pedig a csávó kollégájának a húga. Remélem érthető vagyok. Alapvetően az ő történetüket dolgozza fel a könyv, viszont a csávónak a múltjában vannak olyan dolgok, amikről senki sem tud, és nem is szeretné, hogy tudjanak róla. Ez a könyvben apró visszaemlékezésekkel jelenik meg, körülbelül a háromnegyedénél fog kiderülni. Barbie rám szólt többször, hogy nagyon sokat használom, hogy titok, de mit csináljak, hogyha minden könyvben valakinek van valami titka? Tehát a könyv háromnegyedénél derül ki a titka, ami nagyon sok bonyodalmat okoz, rengeteg belső évődést, és egy nagyon fontos esemény után jutunk csak el a végkifejlethez. Szerintem azzal nem árulok el titkot, hogy addig, amíg a pasi főszereplőnk nem tudja megtalálni a belső békét, ez most így kicsit drámaian hangzik, de erről van szó, addig nem fog eljönni a végkifejlet. Nagyon izgalmas. Ahogy mondtam, nehezen feldolgozható témákat érintenek a Colin Hoover könyvek. Ezek közül ez egy lightosabb, viszont ez is olyan, hogy amikor olvasod, egy kicsit rossz érzésed van a szó legjobb és legrosszabb értelmében is. Úgyhogy ennyit az Ugly Love-ról, menjünk tovább. Következő a Velünk véget ér. Azt vettem észre, amire mindjárt egyébként egy ellenpéldát is fogok mutatni, de a Colin Hoover borítók egyébként több betekintést nyújtanak a könyvbe, mint gondolnátok. Ezen nem tudom, mennyire látjátok egyébként, egy összetört orchidea van. Ez is nagyon sokat elárul, viszont nyilván erre csak akkor jöttök rá, hogyha végigolvassátok. Az összes könyve közül eddig talán ez volt a legmeghatóbb, ugyanis ebben a könyvben családon belüli bántalmazás témája van feldolgozva, és igyekszem úgy elmondani, hogy érezzétek ti is, ne csak halljátok. Elindul a történet, elkezded megszeretni a szereplőket, és egyszer a férfi hibázik. De természetesen ráfogod arra, hogy ittatok, hogy nem tudom én, mi történt. Legyintesz, hogy úgyse csinálja többet, és reménykedsz egész végig, és aztán megint csalódsz, konkrétan beleéled magad a főszereplő csajnak a helyzetébe, és ez nagyon jól sikerült. Tényleg, nyilván fogalmam sincs róla, de tényleg átadja ezt az érzést, hogy hinni akarsz neki, el akarod hinni, hogy megváltozik. Ugyanúgy ebben is vannak visszatekintések, naplóbejegyzések, amik az én véleményem szerint, amikor olvastam, kicsit hosszúak, vontatottak és unalmasak voltak, viszont a végére nagyon fontos szerepük lett, és nagyon örültem, hogy nem lapoztam át, és nem siklottam el egyfelet sem. És az utolsó részekre a csaj múltjából előkerül egy személy, aki nagyon fontos szerepet töltött be akkor is, és most is. És az utolsó döntés, ami a könyvben szerepel, akkora meglepetést okoz szerintem mindenkinek, nem tudom elképzelni, hogy bárki tudná előre, hogy mi lesz a vége. Annyira megszereted és együtt érzel vele, hogy egyik döntéséért se tudnál rá haragudni. Ami különlegessé tette ezt a könyvet, legalábbis a számomra, az nem más, mint hogy az írónő saját életéből merítette
igazából a koncepciót, és van itt ez a kis előszó, vagy ajánlás, fel is olvasnám nektek, mert amikor elkezdtem ezt a könyvet, és ezt a két mondatot elolvastam, már akkor éreztem, hogy na ez durva lesz. Apámnak, aki mindent megtett, hogy nem mutassa a legrosszabb oldalát, és anyámnak, aki mindent megtett, hogy ne lássuk apánk legrosszabb oldalát. Hidegkirázós az egész, és a könyv legvégén, körülbelül 6 oldalon keresztül kifejti és bevallja, hogy náluk is családon belüli erőszak áldozata volt az anyukája. Szerintem, hogyha Colleen Hoover könyvet szeretnétek, akkor talán ez a legerősebb. És az utolsó, amit szeretnék nektek mutatni, az a legfrissebb. Olyannyira, hogy amíg rájöttünk, hogy az előző kártyára nem vevődött fel az anyag, addig fejeztem be, ez nem más, mint a Hopeless. Oh my god! Sajnos ti ezt nem hallottátok, ugyanis szerintem erős spoiler lett volna, amit nem szeretnék, viszont az előbb azt mondtam nektek, hogy meg fogom cáfolni saját magam, ugyanis ennek a borítója nem tükrözi azt, ami a könyvben szerepel, tévedtem. Igaz, hogy ehhez el kellett olvasnom a könyvet, és elő kellett vennem és forgatni, miután elolvastam, már értem, hogy miről szól. Nagyon megrázó történet van, viszont ezt nem szeretném elmondani, hogy mi, mert ez bőven később derül ki, mint az első 10-20 oldal. Rubin pöttyös, szerintem nem, bőven rázósba sorolnám. Nagyon-nagyon megérintő, megindító, feszélyező, de megint csak a legjobb és a legrosszabb értelembe véve is, többször síros. Természetesen szerelmi vonal is van benne, és először egyébként azt hiszed, hogy erről fog szólni, viszont felénél körülbelül elkezd kialakulni az igazi történet, és kicsit remegő gyomorral olvasod, és nagyon szurkolsz a főszereplő csajnak, legalábbis én így voltam vele. Ez nagyon-nagyon erősen versenyzik a velünk ér végettel, és szerintem két apróságot még kiemelek, amik annyira nem tartoznak a tartalomhoz, viszont nekem nagyon cukik voltak. Utána le is zárom, mert erről szerintem tényleg nem lehet spoiler nélkül beszélni. Azt amúgy elmondom, hogy ez is tele van visszaemlékezéssel, tehát ez egy visszatérő séma szerintem az összes Colleen Hoover könyvben, és ebben nagyon tetszenek, nagyon rövidek, nagyon lényegre törőek, elmondhatatlanul hasznos, és nem is működne igazából nélkülük a könyv. Az egyik legcukibb dolog, amit olvastam, amikor egy kislányról van szó, és a kislány beszél egy per egybe, 5 éves itt a kislány, és nem tudja, hogy mi a különbség a perc és az óra közt, és azt mondja, hogy sok-sok percekig vagy órákig. Hát ez olyan cuki, hogy én imádtam, ülnek a kocsiba, és azt mondja, hogy sok-sok percekig vagy órákig mentünk. Hát hogy lehet ilyet írni? Ez mennyire aranyos. És a másik, ami megint csak semmi extra, de Barbie-val olyan jót mosolyogtunk rajta, és annyira cuki. Nem mondom el, hogy kivel, mikor, mert nem lehet spoiler nélkül elmondani, de a lényeg az, hogy az 5 éves kislány fejével van leírva az, hogy egymás ujját így megfogják valakivel. És ez így olyan hülyén hangzik, de esküszöm nektek, hogy nagyon cuki, és ha nem lettem volna kisminkelve, akkor elsírtam volna magam, mert annyira aranyos, hogy hihetetlen. Határozottan rázós, de nagyon romantikus, nagyon hihetetlen, tényleg, úgyhogy Hopeless. És ezzel a végére is értünk igazából. A következő adagkönyv, amit hozni fogok nektek, nem tudom, hogy fogom nem 18-asra csinálni azt a videót, ugyanis vannak nálam elég érdekes könyvek. Arra gondoltam, hogy gondoltunk, hogy tényleg csinálhatnánk olyat, hogy minden héten kiválasztunk egy könyvet, és Instán, vagy YouTube-on, vagy valahol csinálnánk egy ilyen kis könyvklub live-ot, ahol tényleg lehetne róla beszélni, hogy melyik könyvben miről volt szó, mert nagyon szívesen beszélnék sokkal tovább egy-egy könyvről. Sokkal tartalmasabban viszont
spoiler nélkül sajnos nem megy, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor írjátok meg kommentben, és megint szeretném kérni a véleményeteket a könyvekről, meghoztam-e a kedveteket hozzá, vagy olvastátok már, várom az ajánlásokat is. Nagyon jó ajánlásokat kaptam, és nagyon örültem az összes visszajelzésnek, amit küldtetek, úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok nekem egy lájkot, a Goodreads-es linket ne felejtsétek el, letettem a leírásba, és a következő videómban találkozunk. Sziasztok!